Képzeld el, hogy a reggeli kávédat saját belvárosi erkélyeden fogyasztod, miközben a bazilikában gyönyörködsz. Ez a klasszikus, magával ragadó, nagypolgári otthon, egy igazi gyöngyszem a piacon, érdemes lesz tehát velünk tartani. Most mutatok egy kis ízelítőt, aztán kezdünk is! Köszöntelek benneteket innen az Rínyi utcából, a Bazilika mellől, egy szuper belvárosi lakásból, mint ahogy az ízelítőben is láthattátok, ez egy egészen különleges, fantasztikus lakás, gyertek is be, nézzünk is körül, és még mielőtt bemennénk, már itt szeretném az első részletet mutatni, hogy egy egyedileg gyártott, nagyon minőségi, tényleg komoly súly van ennek az ajtónak, ide lett gyártva, és ráadásul stílusában is illeszkedik az ingatlanhoz, ugyanis itt tényleg minden asztalos által készült. Az összes ajtótok, a beépített szekrények ugye egy egyedi stílusban készült, és ez abszolút megjelenik már a bejárati ajtónál is. Itt a bejárati ajtón ezt szintén mutatnám ugye a zsanérokat, amik hát elég komolyak egyrészt, hogy megtartsák ezt az elég nehéz ajtót, másrészt ugye látjátok, hogy ilyen aranyszínű, és ez végigmegy az egész ingatlanon, tényleg nagyon-nagyon figyeltek az összes apró részletre, hogy ez a lakás, ez 5 évvel ezelőtt teljes körülleg felújítva, de nem lakott benne igazából senki, alkalomszerűen használták ezt az ingatlant, amikor külföldről hazajöttek, és mondjuk elmentek színházba, vagy csak Budapesten töltötték az időt, akkor egy olyan ingatlant szerettek volna, ahonnan minden könnyen és gyorsan megközelíthető, ahol csak kilépnek az utcára, és ott vannak a kávézójuk, a jó kiülős helyek, és egy inspiratív, gyönyörű környezetben lehetnek. Mint láthatjátok, nagyon nagy a tér, ami fogad bennünket itt az előszobában, és tényleg hatalmas nagy képek, gyönyörű szép tükör, és már hívogat is a nappali, úgyhogy azt gondolom, mivel az ingatlannak ez talán a legszebb része, és a legizgalmasabb része, ezért szerintem kezdjük is itt magát a bemutatót. Látjátok, itt is gyakorlatilag restaurálva lett, ez ki lett cserélve, és ez is ugye illeszkedik az ingatlan stílusához. Látjátok, hogy 5 év alatt sehol egy repedés, nagyon szépek az illesztések, ugye, mivel hogy fáról van szó, annak van ugye egy száradás, és nagyon sokszor tapasztalom ugye a nagypolgári ingatlanoknál, hogy hát bizony elkezdenek megjelenni ilyen repedések. Ugye ez a nem megfelelő felületkezelésből adódik, illetve abból, hogy a festék, amit használnak, nem biztos a legjobb minőségű, itt viszont tényleg makulátlan az egész ingatlan. Mint láthatjátok, hatalmas nagy ez a közösségi tér, ami ugye flowban van az előszobából. Itt alapvetően ugye egy szárnyas ajtó is elférne, de nem raktak be ajtót. Pont azért, mert hogy amikor ide belép valaki, akkor ez ilyen hívogató legyen, azonnal kíváncsi legyen az ember, hogy hú, mi van itt. És van itt rögtön egy nagyon szép momentumunk, hogy az épület itt egy picit kinyúlik, és olyan, mintha szinte, mintha egy erkélyre lépnénk be. Látjátok, hogy körbe végig a falnál ugye egy burkolat van, ez is ugye ugyanabban a stílusban, mint ugye a beépített szekrények, hatalmas nagy ablakokkal, amik természetesen ki lettek cserélve, viszont mivel ugye ilyen műemlék környezetben vagyunk, ugye az eredeti osztás szerint csinálták ugye meg, viszont ugye ebben már új, ugye sokkal modernebb tok és üveg van, és természetesen van redőnyünk is, nagyon szépek a drapériák, tehát itt is nagyon ízlésesen ez a falrész ezzel a függönnyel van úgymond eltakarva. Nagyon jól vannak kitalálva a függönyök, nagyon praktikusak, hiszen mindenhol itt középen nyílik szét. Egyébként, és ezáltal ugye például könnyebb kinyitni az ablakokat, ajtókat, nagyon sok helyen tapasztalom, hogy erre nem gondolnak, és akkor azt se tudja az ember, honnan húzza el a függönyt. Természetesen ilyen behúzó is van, úgyhogy zsinorral egyből szét tudjuk ugye húzni. Itt, amit mutatnék, az az a gyönyörű, tényleg elképesztően szép muránói üvegből készült csillár. Ugye mindenhol ez van a nappaliban, tehát van két nagyon szép nagy csillárunk, illetve két fali karnisunk, ennek több millió forint az értéke. Tényleg gyönyörű, szép, egyedi, és Olaszországból ugye hozták ide, mint ahogy például ugye a bútorokat is. Ha megnézitek őket közelről, akkor ezek kézzel készült, tényleg egyedi, antik bútorok, nagyon-nagyon szépen néznek ki, és én azt gondolom, hogy az ingatlannak a stílusához, ugye ez a nagypolgári stílushoz, ezek abszolút ugye mennek, hiszen ezek egy kicsit ugye terebélyesebbek, mint ugye amiket ma használnak, viszont nézzétek meg, hogy milyen anyagból, tehát gyönyörű a fa, maga a mintája, mindenhol egy kis izgalom, ugye ilyen
aranyszínű a szélén, maga a textil is ugye díszített, tényleg nagyon jól néz ki, és hiába, hogy ilyen nagyok például a székek, olyan nagy a tér, hogy abszolút komfortosnak és tágasnak érzi az ember. Ugye mivel sok fal felületünk van, ezért rengeteg képet rakott ki a tulajdonos, ezek tényleg nagyon szép képek, gyönyörűek a kereteik. Látjátok, hogy mögötte ugye végig az ingatlan mindenhol tapétázva van, ez is egy ilyen különleges, virágszerű minta, és olyan szépen van megcsinálva, hogy sehol nem lehet látni az illesztéseket. Nagyon sok tapétánál tapasztalom azt, hogy ugye látszik, hogy hol van összerakva, itt az ingatlanban ezt sehol nem lehet észrevenni, szóval olyan, mintha egybe lenne szinte kiöntve az egész, nagyon-nagyon jól néz ki, és hát meg lehet nézni természetesen a szőnyegeket is, ezek is mind nagyon különleges darab, illeszkedik azt gondolom az ingatlannak a stílusához, ami nekem kifejezetten nagyon tetszik, és ránézésre szerintem senki meg nem mondaná, az maga a padló, ami ha hiszitek, ha nem, ez kő burkolat, de egy nagyon különleges mintája van, és egyébként teljesen fahatása van, tehát itt még ilyen szinte erezetet lehet érezni, ez egy nagyon-nagyon magas minőségű, az ingatlan az teljesen ugye szét lett kapva, és újra lett betonozva, ezért teljesen egyenes ugye mindenhol, és padlófűtést raktak le, tehát ebből kifolyólag sehol nem lehet egy darab radiátor sem látni a lakásban, ami nem csúnyálkodik ott az ablakok alatt, nem tudja az ember, hogy tudja majd berendezni az ingatlanát. Tehát ez által ez egy nagyon szofisztikált, egy nagyon letisztult, egy nagyon élhető ingatlan meglátásom szerint, kiegészítve ugye modern elemekkel, mint például a mennyezeten is ugye van egy ilyen díszítésünk, és abban vannak ugye ilyen spotlámpák. Ami az ingatlannak az egyik legnagyobb értéke, azt gondolom, hogy az erkély, ráadásul kettő is van belőle, az egyik ugye innen a szobából nyílik, a másik pedig majd a hálószobából. Itt a belvárosban, itt az 5. kerületben vagyunk, nagyon-nagyon ritkák az erkélyek, ugyanis ezeknél a régi polgári... Bocsánat, beengedjük Zolit is. De ezeknél a régi polgári házaknál még annak idején nem volt jellemző, hogy csináljanak erkélyt, úgyhogy az, hogy van két nagyjából olyan 3-3,5 négyzetméteres erkélyünk, ez egy nagyon nagy hozzáadott érték, tehát látjátok, hogy tényleg ki lehet jönni, ki lehet ülni, és ráadásul még kellemes ugye a környezet, ez egy sétáló utca, úgyhogy egyetlen autó sincs, és még hogyha elnézünk az egyik irányba, akkor ugye a bazilikát látjuk, a másik irányba pedig konkrétan a Lánchidat és a Dunát. Én azt gondolom, ez egy nagyon különleges dolog, ritkán van lehetőség, hogy valaki egy ilyen lakást vásároljon, ráadásul ami ilyen szinten van megcsinálva, mint ez. Azért itt a környéken vannak persze felújított lakások, sok befektető vásárol, ugye továbbadási céllal ők szeretnének ugye egy komoly profitot realizálni. Mostanában nagyon sok ilyen modern módon felújított lakást látok, ahol az ilyen márvány, mint a gránit, és egy ilyen teljesen, hát az persze más stílus, ugye most egyébként mondhatjuk azt, hogy az a divat, viszont szerintem ezeknél a nagy belmagasságnál, ezeknél a klasszikus épületeknél, ezeknél a nagy tereknél, én azt gondolom, hogy pont, hogy ez a nagypolgári stílus, ami igazán jól néz ki, nem véletlen találták ezt ki így annak idején. Nagyon nagy érték az ingatlannak, ugye a három hatalmas nagy ablaka is ugye az utcára néz, itt korábban ez ugye két szoba volt, de ez össze lett nyitva pont azért, hogy egy ilyen nagyon tágas tér, egy nagyon élhető tér jöjjön ugye létre. Én azt gondolom, hogy itt a nappaliban már tényleg jól körbejártunk és megnéztünk, majd fogunk mutatni rengeteg vágóképet közelít azokról a bútorokról, amik itt vannak, mert tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és a bútorok benne vannak a vételárva, tehát alapvetően az a koncepció, hogy ez így, ahogy van, egy kész megoldásként szeretnénk eladni. Természetesen senkire nem akarunk rátukmálni semmit, tehát hogyha valakinek ez így nem, akkor nem kötelező megvenni, de azt gondolom, hogy ez így kerek, ez így van egybe, ahogy most jelenleg van. Most pedig nézzük meg a hálószobákat, itt rögtön az első, amelyik az utcára néz. Mint mindjárt láthatjátok, nagyon nagy itt a tér, tényleg ez egy nagyon kényes méretű, közel 20 négyzetméteres hálószoba, manapság már ugye nem csinálnak ekkorákat, de annak idején ez volt az alap, hiszen ugye itt gazdag emberek laktak, tehát nekik fontos volt ugye a tér, ugye ezek már nagyrészt leválasztott lakások, viszont itt egy nagyon jó alaprajzú lakás sikerült a tulajdonosnak megszereznie. Megpróbálta megvenni egyébként a szomszédot is, de sajnos nem adta el, pedig nagyon izgalmas lett volna, hogyha az eredeti ingatlant tudta volna felújítani.
de hát így is szerintem egy nagyon impozáns lakást tudott ebből csinálni. Mint láthatjátok, itt is ugye egy murálnai üvegből készült gyönyörű szép csillárunk van, ami bent sárga, itt pedig egy ilyen lila, itt ebben a szobában így a lila és a barna, ami ugye dominál. Ugye itt is gyönyörű szép tapéta van, itt egy kicsit erőteljesebb ugye a mintája, ugye ez nem véletlen, itt a hálószoba az már inkább ugye a lenyugvásról, a pihenésről, a kényelemről szól, és egy kicsit ezt segíti ugye elő. Ugye itt a bútorok azok mind antik bútorok, tehát szépen az ágy, két lerakóval, kis klasszikus ugye szekrénnyel, tehát tényleg, de természetesen bárhogy máshogy is lehet ezt az ingatlant ugye átrendezni. Innen is van egy erkélyünk, most ide nem fogok kimenni. Egyébként itt van a klímának a kültéri egysége. Nagyon fontos, hogy minden helység az ingatlanban klimatizált. Ezt azért emelem ki, mert a belvárosban sokszor erre nincs lehetőség, ugyanis hogy a külső homokzatra nem szokták engedni a kültéri egységnek az elhelyezését, sokszor belül pedig ugye a ház szól bele, hogy nem engedi, sem a belső homlokzaton, sem lifthóban, úgyhogy sok esetben hiába van egy nagyértékű ingatlan a valakinek, mégis nyáron hát megfő a lakásban. Itt viszont nagyon kényelmes hőmérsékletet, vagy kellemes hőmérsékletet lehet ugye teremteni. Ennek a hálószobának van egy saját fürdőszobája, ami hát én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon gyönyörű és különleges. Mindenképp érdemes megnézetek. Itt ugye van egy hatalmas nagy ugye, tükör, gyönyörű szép ugye díszítése, és ezt a padlót nézzétek meg, ez is egy ilyen virág mintás, és ilyen így csillog, nem tudom, hogy milyen ilyen kő van benne, amitől ugye így csillog, de nagyon, nagyon érdekes, és egyébként ez ilyen lehet érzékelni is, hogy úgymond ilyen dombornyomot, és fönt a falon pedig egy ilyen egyszínű, letisztult csempe van, nagyon szépek a burkolások, tehát tényleg érdemes megnézni, hogy ugye 1 mm-es fuga van, és nagyon szépek az illesztések, tényleg gyönyörűen néz ki, ráadásul ilyen nagy lapokat használtak, ami manapság most már abszolút divat, 5 éve még nem feltétlen volt az, és ez a fürdő tényleg nagyon szép tágas, látszik, hogy két ember is kényelmesen tud itt készülni, van ugye tárolási kapacitásunk, mindennek szépen megvan ugye a helye, el lehet ugye pakolni, tehát van egy ilyen kis szék, ahol ugye ilyen egyébként megtudtam egy lakberendezőtől, hogy ezek azért vannak, hogy egyrészt ilyen dekorelem, másrészt, hogy ugye a karfájára rá lehet teríteni például a zakónkat, vagy a hölgyek a ruhájukat. Akkor nem tudtam, hogy egyébként mi értelme van, de egyébként jó pofa ötlet. Szépek a kapcsolók is, ezek is ugye mind stílusában, mind színvilágában illeszkednek, és nem észrevehető, de amikor ugye benyomja őket az ember, akkor érzik, hogy ugye ez egy nagyon jó minőségű, és ráadásul több funkciós, tehát nagyon érdekes, nagyon jól lehet vele kapcsolni, ugye a villanyt, itt is szép csillárjaink vannak, és ugye mindig mindenhol ugye egységben vagyunk, és ugye nagyon szép ugye díszvilágításunk is van, tehát hogyha este jön ki valaki, ugye itt van WC is, akkor nem kell felkapcsolni az egész villanyt, hanem elég például csak ugye a díszvilágítást. A másik irányba pedig ugye itt a szülői fürdőszoba, mint látjátok, zuhanyzós, nagyon szép, nagy, ugye épített. Egy pont egyébként egy kicsit erőteljesebb lejtése is van, mint amit szoktak rakni, hogy biztosan jól lefolyjon a víz. És látjátok, én azért egy magas ember vagyok, de én is nagyon kényelmesen tudnék itt fürdni. Szeretem az ilyet, és nekem egyébként ez egy fontos szempont is, hiszen például amikor elmegyek szállodával, akkor nagyon zavarni szokott, amikor így nyomorognom kell, és nem tudok normálisan fürödni. Természetesen falba épített ugye csaptelep van, ami sokkal azt gondolom, hogy esztétikusabb is, meg praktikusabb is, hiszen nem kell annyit tisztítani, tehát hogy sokkal inkább tisztán tartható. Most pedig, hogy megnéztük ugye a nappalit, a hálót és a szülői fürdőt, nézzük meg az ingatlan többi részét is. Ugye itt, ahogy bejöttünk el, suhantunk ugye a konyha mellett. Ugye itt ez egy ilyen félreelsőbb részbe kapott helyet, tehát nem mondom azt, hogy mekkora hatalmas nagy a konyha, nem ez a hangsúlyos ugye az ingatlanban, de itt is nagyon-nagyon jó minőségi dolgokat építettek be, és praktikusan ki van találva. Például itt van ugye egy épített kőpultunk, ugye itt nincs étkező, hanem itt a pultnál lehet ugye étkezni. Természetesen a nappali az bőven elég, hogy esetleg ott egy nagyméretű asztalt valaki elhelyezzen, és akkor ott kialakítson egy nagyon méretű étkezőt, ha mondjuk gyakran fogad vendéget. Hát mivel a tulajdonosok tényleg gyakorlatilag szállodai szobáként használták, ezért nem volt erre szükségük. Viszont itt is nagyon szépen megcsinálták, tehát amit már korábban is mondtam, érdemes megnézni az illesztéseket, amikor találkozik például a kő a fával, vagy az hogy néz ki, itt is ugye sehol nincsen kilincs, tehát ezáltal egy nagyon letisztult stílusú az egész, ugye ilyen pusos,
amit természetesen manapság már ugye gyakran használnak. Ugye maga a mosdó ki van vágva ugye a kőből, ezáltal sokkal tisztábban, vagy könnyebb tisztán tartani, praktikusabb, illetve szerintem esztétikusabb is, valamint nem fog előfordulni az, hogy itt-ott mondjuk előbb vagy utóbb elkezd vízesedni, mert a víz valahova beszivárog, hiszen itt nincs hova beszivárognia. Itt van egy nagy méretű ugye főzőlapunk, és ugye természetesen elszívunk, ami egy nagy teljesítményű, ez ugye magába a bútorba van beépítve, hogy a sütő, illetve a mikro, minden ugye kézre esik, tehát pont ideális magasságban van, és ugye a hűtő is természetesen el van itt ugye rejtve. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kis hangulatos, praktikus, még egyszer mondom, hogy nem túl nagy, de tényleg nagyon szuper kis konyha, és természetesen van egy ilyen tároló részünk is, amit most nem mutatnék meg, mert hogy eléggé mindent oda bepakoltunk, de ott van maga ugye a gépészet is, hiszen ugye egy cirkó kazánunk van, illetve ott van egy nagy víztartály is, ugye ez üzemelteti a lakást. Én azt gondolom, hogy a padlófűtés az nagyon-nagyon praktikus, egy egészen másfajta hőérzetet biztosít, de képzeld el, amikor ugye télen a hidegben, ugye a meleg padlóra tudsz kilépni az ágyadból, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Itt is nagyon szép antik ugye, bútorok, szépen le lehet ülni, tehát hogyha valaki reggel készülődik, akkor kényelmesen fel tudja venni a cipőjét. Illetve ugye amikor itt bejöttünk, nem mutattam meg, de van ugye, ott is van egy előszobó bútor, bár az nem annyira mély, itt van ugye maga a lepakolós felület, ez is szépen meg van csinálva, és akkor ide lehet ugye természetesen a kabátokat, cipőket elrakni. Itt most jelenleg nincsen ajtó, de egyébként lehetne berakni, én azt gondolom, hogy nem indokolt, viszont hogyha valaki egy második teljes értékű master bedroomot szeretne létrehozni, akkor az megtehető, hogyha itt van ugye egy ajtó, bár akkor ugye a vendégeknek nehezebb lesz elmenni ugye a WC-re, ezért is lett kitalálva, hogy itt nincs. Van egy nagyon szép második fürdőszobánk, egyik nagyon komolyak a beltéri ajtók, mindegyik meg van magasítva, tehát látjátok, én 2 méter vagyok, és nem érem fel gyakorlatilag a felső részét, tehát ez bőven mondjuk olyan 2,5 méteren van, és itt megmutatnám, hogy a beltéri ajtókon milyen szép, meg ugye a zsanérök, amik tartják ezeket a gyönyörű faajtókat. Stílusában ez a fürdő hasonló, mint a másik, talán annyiban különbözik, hogy ugye ezen a falon egy ilyen háromdimenziós csempét kapott, ami egy ilyen nagyon érdekes játékot ad így az egésznek, és egy ilyen design ugye csappal, és itt is ugye van természetesen WC, valamint ugye ez is zuhanyzós, ez bár ez egy picit kisebb, ez is egy épített zuhanyzó, de ebben is kényelmesen el lehet férni, és ugye mivel egy kisebb helységről van szó, ezért itt nem játszottak annyira a csempékkel, annyi a díszítésnek ide is berakták ezt a, ami a másik van a padlóban. Ez egy érdekes gondolat, hogy hol a padlón, hol pedig ugye magán a falon van, illetve itt ugye maga a lakásban lévő padló fut, tehát nem másfajta csempét kapott. Egyébként érdekes, mert ezáltal itt ugye nincs például küszöb, és itt sincs, tehát a küszöböket azt mindenhol ugye kiszedték, és egy ilyen nagyon simulékony az egész ingatlan. És akkor mutatom a második hálószobát, ami hát az ingatlan többi részéhez képest ugye kevésbé izgalmas, egyébként egy jó méretű. Korábban ugye itt volt a cselédszoba, illetve ugye a konyha, ez lett itt ugye összenyitva, ez a nagyjából egy ilyen 12 négyzetméterre szól, tehát mérete az alapvetően ugye jó. Itt most ugye egy francia ágy lett elhelyezve, tehát alapvetően ez egy vendégszobaként funkcionál, ugye az ablakok azok egy ilyen zárt közlekedőre néznek, és az üvegek azok ilyen fóliával vannak ellátva, hogy be ne lehessen látni. Értelemszerűen azáltal, hogy a belső udvarra néz, ezáltal ez a szoba ez kevésbé világos, de viszont nagyon-nagyon nyugalmas. Tehát ez zárt folyosóról ez a lakás, illetve egy mellett lévő kisebb lakás nyílik, és senki más, hiszen az ingatlanok az átlépcsőházból és az másik irányban nyílnak. Ugye itt is umránói üvegből készült csillárunk van, tehát az egész, ez ugye végigmegy ez a koncepció az egész lakáson. Itt is vannak ugye természetesen spotlámpák az ingatlanban, be van húzva ugye a riasztó, tehát hogyha mondjuk keveset vagy itt, akkor is biztonságban érezheted magad. Annak ellenére, hogy az ingatlan nem illetitelszerűen lakták, ettől függetlenül hetente jön a takarítónő és takarítja a lakást, szóval nagyon-nagyon karbantartották az elmúlt 5 évben, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy ez egy kész, azonnali megoldás lehet annak, aki egy ilyen jellegű ingatlant keres. Arra gondoltam, hogy itt fejezzük be a
videót, ahol a legtöbb idődet fogod majd ugye tölteni ugye ebben a hatalmas nagy nappaliban, ugye a közösségi térben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, remélem, hogy tetszett a videó, ez tényleg egy nagyon-nagyon különleges lakás, nem nagyon láttam még ilyet a piacon, teljesen eltér attól, ami mostanában megszokott, szerintem pont ez adja egyébként az hozzáadott értékét. Szerintem nagyon szerencsés lesz az, aki ezt az ingatlant fogja választani. Ami még fontos itt a végére, hogy ugye sokan azon aggódnak, hogyha belváros, akkor lehetetlen a parkolás. Itt a közelben van több parkolóház is. Nem mondom azt, hogy olcsó parkolót bérelni, de megoldott. Úgyhogy ebből kifolyólag szerintem ezzel sem lesz gondod. Képzeld el az esti dunaparti sétákat, a szórakozó helyeket, vagy a nagyon jó étteremeket, nagyon például olasz étterem van itt a sarkon, a bazilikát, a borbárokat. Tényleg itt olyan életet élhetsz, amelyet csak el tudsz képzelni magadnak. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottál, tartsd meg a jó szokásod, hamarosan jelentkezünk újabb fantasztikus ingatlanokkal, nézd meg majd azt is, minden jót!